A demenciával érintett családokat segítő feledhetetlen alapítvány a Tegyük közügyé a demenciát kampány keretében a Nem vagy egyedül támogatói kör memória követeivel 2024 tavaszán Miskolcon indította el a Ne feledd nap országjáró program sorozatot, aminek a következő állomása Fehérgyarmaton volt a Városi Szociális Központban 2024. szeptember 20-án. A Ne feledd nap program célja kettős. Egyrészt általános szív-érrendszeri érzékszervi és memóriaméréssel felhívni a figyelmet a megelőzés lehetőségeire, és a magas rizikócsoportba tartozóknak lehetőséget biztosítani a demencia szűrésre. Másrészt az érintett családoknak mentális és gyakorlati gondozási segítséget adni. A Ne feledd fehérgyarmati programja az Alzheimer autó országjárásának következő állomása. Az autó a memóriaméréshez, demencia szűréshez szükséges egészségügyi eszközöket és a gyakorlati gondozáshoz szükséges felszerelést és demonstrációs eszközöket és az alapítvány munkatársait szállítja. Az eseménnyel a megelőzést, az érintettség korai felismerését és a demenciával érintettek jólétét segíti az alapítvány. A program lebonyolítói az alapítvány munkatársai mellett a Nem vagy egyedül támogatói kör memória követei, akik arcukat, szakértelmüket, érintettségüket adják a program sikeréhez. 2018 óta szeptember a demenciával élők hónapja. Szeptember 21-e az Alzheimer világnap. Világszerte ez a hónap és nap az ügy melletti kiállás ideje. Számtalan rendezvény, cikk, felhívás, kihívás jelenik meg, melyhez minden évben a Fehérgyarmati Városi Szociális Központ is csatlakozik. Táncoltak, sétáltak, filmeket vetítettek. Az idén pedig a feledhetetlen alapítvány a Nem vagy egyedül támogatói kör memória követeivel Ne feledd napot szerveztek itt Fehérgyarmaton. A Ne feledd nap kísérő programjai a Fehérgyarmati Egészségfejlesztési Iroda Egészségexpója, valamint bemutatkozott a házigazda, a Városi Szociális Központ is. A rendezvényre érkezők megismerhették az intézmény szolgáltatásait és törekvéseit, melyekkel évek óta segíteni kívánják a térségben élőket a demencia megértésében, az érintettek támogatásában, a velük való együttélés kihívásainak kezelésében. Megismerkedhettek a három pilléres intézményi modelljükkel, a megtámogatva, megőrizni a méltóságot programjukkal. A 2018 óta működő Alzheimer Café és az általuk működtetett demencia információs pontot és örömtánc oktatójuk Szász Valika is bemutatót tartott. Jobbra egy, még egy, tititá, balra egy, még egy, tititá. Ezt adja a zene, tititá. Vissza is még egyszer, tititá. Tititá. Jobbra és tititá, vissza és tititá, jobbra és... Már hagyománnyá vált, hogy intézményük minden dolgozója ezen a napon, az Alzheimer világnapon lilában dolgozik. Lila kitűzőt tesz, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a demenciával élők és családjaik problémáira, és együttérzésüket fejezzék ki. Tették ezt most is. Nemrég találtam az interneten meg az Alzheimeresek himnuszát, az a címe, hogy Emlékezz rám. Kell valaki, aki kitart mellettem, ami mellett én nem tudok. Az élet, amit egykor éltünk, kicsúszik az ujjaim közül. Mint a szétfoszló fonál, semmi sem tart örökké, és idővel minden elmúlik. Tudom, hogy eljön a nap, amikor már nem leszek, és az emlékem elhalványul. De kedves, gondolj majd rám és arra, aki voltam, és akkor újra ott leszek veled. Remélem rám érdemes emlékezni. Mondd, hogy soha nem engedsz el, amikor nem találom a szavakat, amiket ki szeretnél mondani, amikor nem ismerem az arcot, amit a tükörben látok, amikor úgy érzem, elfelejtek és elvesztem ebben a világban. Kérem, emlékezz rám, emlékezz rám.
A lila szín mellett a ginkgo biloba, annak is a levele, a demencia jelképe. Ezért ettől az évtől fehérgyarmat különböző pontjaira, a rendezvényen a Városi Szociális Központ udvarára közösen, a világnapon ginkgofát ültettek. Rajta táblával hirdetvén azt, hogy nem vagy egyedül. Évről évre megerősítve ezzel, hogy itt vannak, támaszt és kapaszkodót nyújtanak. Szolgáltatásaikkal, a programjaikkal nem csak az érintetteknek, hanem azok családjainak, szakembereknek is. Tegyük közügyé a demenciát. Az év kampány mondata. Ezért idén fehérgyarmatról kilépve egy másik fácskát Rózsályba is eljuttattak. A ráakasztott táblácska az ott élőknek üzeni, hogy nem vagy egyedül, ha valamilyen formában érintett vagy. A rendezvény fővédnöke dr. Péter Csaba fehérgyarmat város polgármestere volt.